No, hát akkor... Belecsapunk a karácsony előtti utolsó programba, utolsó három meccsbe. Hét meccset játszott egymással eddig Csisznal és Jeffrey Cwan, és hát a helyzet az az, hogy Jeffrey Cwan jobban áll. Ez az RM picit. Öt meccset nyert a holland, és csak kettő Dave Csisznal. Ráadásul a legutóbbit azt ugye Gibraltárban egy Gibraltár darts trophy összecsapáson 6-5-re, tehát nagyon kis különbséggel. Úgyhogy világbajnokságon először találkoznak egymással, hogy nagy kérdés, hogy mit hoz majd ez a találkozó, vagy milyen játékot. Hát igen, de azért én azt gondolom, hogy az eddigi játék alapján, és amúgy az előzetes sem mutatott teljesítmények alapján is, egy hangyányival én úgy érzem legalábbis, hogy Dave Csisznál az esélyesebb ezen az összecsapáson. Természetesen Jeffrey Cwan mutatott már olyan mérkőzéseket, amivel azért meg tudott győzni minket a jó játékról, hiszen ugye a 23. kiemeltként elbúcsúztatta azt a Denin Yangot, aki honfitársát Raymond van Barneveldet búcsúztatta, tehát nem jött létre itt a holland rangadó. Dave Csisznál pedig ugye a remek kis 18 év alatti játékos Kimberit búcsúztató Vincent van der Fortot verte ki 64 között, szintén nem rossz játékkal, úgyhogy valóban egy ilyen kicsit kiegyenlített erők küzdelme, de mégis nálam legalábbis egy kicsit Csizi felé dől a mérlegnyelve, igen, de Cwan azért produkált már olyan tornákat, hogy bebizonyította, hogy hosszú meccseken is jó formában tud teljesíteni, úgyhogy abszolút lehet ebből még egy jó kis parázs összecsapás, mint ahogy délután volt részünk azért belőle, hiszen a Humphries féle győzelem az parádés volt, de és az Edri, de az mindent felül volt. Micsoda pekje van Csizinek benne a triplába, és a második nyíl kiüti, nem csak hogy kipattan, hanem még kiüti azt a nyilat is, ami benne volt a táblába, és bedobja a triplát harmadikra is. Az igen. Nem akart semmi más, csak leelni kiszállóra egyébként. Érdekes mutatvány volt, 167, és most egyből problémába is kerül, mert nagyot dobott De Cwan. Viszont így meg jöhet a kiszálló, dupla 14-en nem találja el Csizi. Amivel Vincent van der Fortot egyébként ki tudta ütni a versenyből, az legfőképpen a duplázása volt Csizinek. Jaj, micsoda kiszálló 103-ra, és majdnem bedobja De Cwan. Ez kemény lett volna egy tripla egyes kerekítővel nyit, és akkor kiszáll 100-ról két nyillal. Továbbra is dupla 14 Csizinél. Nagyon közel van, de betakar a nyíl, és ki kell állnia. Bedobja a harmadik nyíllal. De Cwan kezd. Leváltásból csak a tripla hármas jött. Most jól jön De Cwan. Egy százas. One run on one. 101-jel. Próbál kapaszkodni Csisznál. De Cwan két triplával. 180-at bedobja. Első a mérkőzésen. Le vagyunk egy kicsit maradva a tavalyi rekordhoz képest. Nap végére 500, mit mondtál? 97 hetet kellene. És 5.45-nél járunk most, tehát van még mit behozni, és közben egyenlített De Cwan, igen. 59.
40 az 59-es kezdésre Decvántól. Nem jön tripla Decvántól. Most Csisznál előtt itt a lehetőség, hogy komolyabb előnyt harcoljon ki magának. ...140-nel meg is próbál ellógni. Megy utána a Decván. Pici előny még mindig a hollandnál ebben a legben, és Csizi kezdett, és rosszul folytatja. Triple egy után, egy 19-es, de aztán korrigál. Igaz, kiszállót nem sikerült hagynia. Decván meg egy 170-nel leporolhatna. Könyörgöm, megint visszaütették azt a rendezőt, akinek fogalma nincs, hogy hova kell dobni. 128-62-re érkezik Decván. Az jó, tripla 10, dupla 16. Bedobja. Elveszi Csizi kezdését, és ezzel 2-1-re vezet Decván. Hát az első szettért. Egy tripla. 100-as. Jön a tripla a Csizinél. Gyorsan hátrányban találta magát Dave Csisznál. És most meg nem jön a tripla Decvánnak. Vissza tudja-e hozni az elveszített bréket Csisznál. Jön a két tripla. 140. Ez nagy lépés a szett győzelemért. Na most jön a két tripla. 121, így nincs kiszállója Csizinek. Ez hiba. Decván meg lerakhatja magát, már pedig 57-re levált, nem jön. De így is 78 marad. Ez egy szektorhiba. Rosszul kezdi Csizi ezt a kört. Jó. Kiszálló 78-ra. Sima. És a dupla 20. Az első szettér nincs meg. És kell a bravúr Csisznától. 139. Nagyon sok 100 fölötti kiszállón volt délután egyébként. Igen, minden partiba szinte. Rengeteg volt. Föl is ugrott 132-re a 120-osok száma kiszállóé. Bedobja. 1-0. Gabriel Decván éltet az első játszma. Az est első meccsén. A jókedv határtalan. Úgyhogy betesz így is van rendjén. Rövidesen mi is folytatjuk.